Sziasztok! Ma a legújabb és legkülönlegesebb önvédelmi eszközöket nézzük meg, amik nem csak hatékonyak, de egyben innovatívak is. A zsebben elférő 1,2 millió voltos sokkolótól a futurisztikus személyi riasztókon át egészen egy nélkülözhetetlen túlélő kiegészítőig a mai videóban a legjobb önvédelmi kütyük kerülnek terítékre, úgyhogy kezdjük is. Életmentő. A Protect Life Saver egy nem halálos önvédelmi eszköz, amely könnyen hordozható zsebben vagy pénztárcában, és célja elsősorban, hogy elriassza a támadókat. Az életmentő egy kis eszköz, amely egy nyomás alatt álló folyadéktartályt tartalmaz, melyet úgy terveztek, hogy a támadó arcába permetezzék, hasonlóan egy gázriasztó spréhez. A folyadék természetes borsoldatból készül, amely átmeneti vakságot, légzési nehézséget és intenzív kényelmetlenséget okoz, elegendő időt adva a felhasználónak a menekülésre vagy akár a segítségkérésre. A készülék hatótávolsága legfeljebb 3 méter, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy biztonságos távolságból megvédje magát. Könnyen használható és nem igényel speciális képzést vagy készségeket. Található rajta egy vaku is, valamint egy 120 decibeles hangos riasztó is, ugyancsak az elriasztás érdekében. Elhelyeztek rajta egyébként egy üvegtörő hegyet, sőt még egy biztonsági övvágót is, ezekkel pedig egyben túlélő eszközként is helyt tudna állni. Továbbfejlesztett gázpisztoly. Amerika egyik első számú és legmegbízhatóbb cége, a Saber fejlesztette ki az Aim and Fire, vagyis célozz és lőj nevű paprikagél önvédelmi fegyvert, melynek célja, hogy segítsen az egyéneknek megvédeni magukat a potenciális támadóktól. Ez egy kompakt paprikaspray tartály, amely könnyen hordozható zsebben vagy pénztárcában, és úgy tervezték, hogy vészhelyzetben gyors és egyszerű módot biztosítson a védekezésre. Az Aim and Fire abban különbözik a hagyományos paprikaspraytől, hogy gél alapú formulát használ, amelyet kevésbé valószínű, hogy a szél befolyásol, megkönnyítve a célzást és a cél elérését, valamint akár 20%-kal nagyobb hatótávot is elérhet a standard verziókkal szemben. A gél formula csökkenti a használó ellenforduló hatások kockázatát is, ami aggodalomra adhat okot a hagyományos paprikaspray esetében, ha például a szél saját arcába fújja az embernek az adagot. Az eszközt új hurokkal tervezték, amely megkönnyíti a tartást és a célzást, valamint biztonsági mechanizmussal rendelkezik, amely pedig megakadályozza a véletlen kisülést. Az Aim and Fire egyébként még egy gyakorló célpontot és egy gyakorló tartályt is tartalmaz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyakorolják célzásukat és megismerjék a terméket az éles használat előtt. Érdekelnek a szórakoztató és vicces, akár reakció vagy kihívás videók is? Akkor iratkozz fel az új csatornámra ide kattintva, vagy akár a leírásban található linkről. Remélem ott is találkozni fogunk, de most folytassuk is a mai videót. Mantis X1. Az Assassin's Creed rajongók most nagyon örülni fognak, ugyanis nem csak hogy szabadon elérhető a rejtett tengelyhez leginkább hasonlító fegyver a valóságban is, de nem csak megvenni lehet, hanem akár otthon saját kezüleg is el lehet készíteni. A Roice 511 csatornára töltötték fel ugyanis ezt a videót, ahol bemutatták, hogyan is néz ki ez a penge a valóságban, és hogyan fejlesztették tovább az eredeti 2019-es prototípust, amit még csak cosplayre szántak, arra a szintre, hogy ma már valóságos önvédelmi célokat is szolgálhat. Ehhez pedig a 20 centis tok és a hozzávaló alkarra köthető elemek tervrajzai ingyenesen elérhetők az oldalán, ezzel lehetővé téve, hogy otthon saját 3D nyomtatójával bárki rekreálhassa az eszközt. Oké, azért azt meg kell jegyezni, nem éppen a legpraktikusabb önvédelmi eszköz, de a gamereknek és az Assassin's Creed rajongóknak ez szerintem hatalmas favorit lehet. Védelem a futóknak. A Go Guarded egy újabb önvédelmi eszköz, amelyet olyan személyek számára terveztek, akik egyedül futnak, túráznak vagy sétálnak a szabadban. Ez egy kicsi, könnyű és diszkrét eszköz, amelyet a kézen lehet viselni, így nincs szükség egyéb táskára vagy rejtett viselésre, és úgy tervezték, hogy támadás esetén hatékony módot biztosítson a védekezésre. A Go Guarded kemény, műanyag, fogazott éllel rendelkezik, amely támadás esetén önvédelemre használható. A fogazott él elég éles ahhoz, hogy fájdalmat okozzon és elrettentse a támadót, de nem elég éles ahhoz, hogy súlyos sérülést okozzon. A készüléket úgy tervezték, hogy biztonságosan illeszkedjen a kézre, egy állítható gyűrűvel, biztosítva, hogy a fizikai aktivitás során a helyén maradjon. Az önvédelmi képességei mellett a Go Guarded eszköz vizuális elrettentésként is szolgál a potenciális támadók számára, így szerencsés esetben nem is kell használni, elég csak ha azt meglátja az ellenfél. Élénk narancssárga színét is direkt ezért választották, ami jól látható, ezzel elriasztva a támadókat attól, hogy megcélozzanak valakit, aki ezt viseli. Extra 30 dollárért pedig megvásárolható a csomag is, amiben nem csak a gyűrűkés van benne, hanem a hozzátartozó paprikaspray eszköz is a maximális védelem érdekében.
kompakt sokkoló. A ZEP Double Trouble kábító és sokkoló fegyver önvédelmi célra, amelynek feladata a támadó immobilizálása. A sokkoló két kábító fegyvert tartalmaz, innen ered a Double Trouble elnevezés, amelyek egyetlen eszközbe vannak beépítve, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy dupla adag sokkoló erőt adjon a támadónak. A sokkolók alapvetően áramütést okoznak, amely megzavarja a támadó izom működését, emiatt cselekvőképtelenné válnak és nem tudnak mozogni, annyi különbséggel, hogy itt kompakt és ütésálló megoldással látták el, emiatt pedig könnyen hordozható és gyorsan használható lett. A készülék gumibevonatú markolattal rendelkezik a biztonságos és kényelmes tartás érdekében, valamint biztonsági kapcsolóval a véletlen kisülés megakadályozására. A ZEP sokkoló természetesen újra tölthető, és vagy szabványos falihajzattal tölthető, vagy akár akkumulátorról, illetve ellenről is képes működni, bár így kevésbé megbízható. Érdemes mondjuk megjegyezni, hogy a sokkolók használata nem mindenhol engedélyezett, ezért ezt elsősorban a gyártó inkább rendvédelmi szervek számára igyekszik értékesíteni. CRKT-kés. A CRKT egy egyedülálló és innovatív, összecsukható kés, amelyet önvédelemre és mindennapi hordozásra terveztek. Joe Caswell-lel egy egyedi késgyártóval együttműködve tervezték, és forradalmian új, kinematikus nyitószerkezettel rendelkezik ez a karambit formájú önvédelmi fegyver, amelyet a jellegzetes tartás megtanulva bárki hatékonyan használhat. Nyitómechanizmusa egy sor kapcsolódási ponton és egy forgókaron alapul, amely lehetővé teszi a penget gyors és zöggenőmentes üzembe helyezését egy egyszerű hüvelykúj mozdulattal. Ez a kialakítás teszi a kést az egyik leggyorsabb és legintuitívabb összecsukható késé a piacon, mivel egy kézzel nyitható anélkül, hogy el kellene forgatni a pengét, vagy egyéb védőtokból kellene kivenni. Maga a penge prémium D2 acélból készül, és említett formájának köszönhetően könnyen képes szúrni és hasítani egyaránt. Teste magas minőségű alumíniumból készült, ergonomikus alakja kényelmes és biztonságos fogás biztosít. Az extra védelem érdekében nylon burkolattal is rendelkezik, amely többféle hordozási lehetőséget tesz lehetővé, ha használni szeretnénk. Kompakt, egyszerű és mindenhova elkísér, ez a gyártó jelmondata, ami teljes mértékben igaz is. Modern nyílpuska. A Tenpoint Nitro XRT 505 egy nagy teljesítményű nyílpuska, amelyet vadászok és lövészek számára terveztek, és amelyek elsősorban teljesítményükről, pontosságukról és megbízhatóságukról ismertek, természetesen nagy erejük mellett. Ultra keskeny, 17 centis tengelyszélességgel rendelkezik, így az egyik legkompaktabb számszerű a piacon, amellett, hogy kiváló minőségű anyagokból készül, beleértve a CNC-vel megmunkált alumínium repülősínt, a polimer vázat és a rozsdamentes acélravaszt. A Nitro XRT 505 húzósúlya 102 kg és akár 150 m/s sebességgel is képes nyilakat lőni, így az egyik leggyorsabb nyílpuska a piacon. Mindezt pedig a legmodernebb megoldásokkal valósították meg, ugyanis könnyített felhúzórendszerrel és erősített kilövő módszerrel működik, így lehetővé téve a kicsi méretet és súlyt. Kiváló minőségű konstrukciója népszerű választássá teszi a számszerű rajongók körében, bár ára igen borsos, ugyanis átszámítva egy ilyen eszköz 1 millió forintba kerül. Boxer. A boxer egyfajta fémlemezből álló kézi fegyver, amelynek lyukai úgy vannak kialakítva, hogy illeszkedjenek az ujjakhoz, a bütykökhöz, illetve a tenyérhez is. Általában sárga részből készültek, de más kemény anyagokból, például acélból vagy műanyagból is előállíthatják őket. A felhasználó átcsúsztatja az ujjait a lyukakon, majd ökölbe szorítja kezét, lehetővé téve, hogy a fémlemez eltakarja a bütykeit. A boxer lényege, hogy növelje az ütés erejét, és mellette csökkentse az ütő sérüléseit, így gyorsan népszerű fegyveré is vált az utcákon. Ugyanakkor számos országban illegális fegyvernek tekintik őket, és szigorúan szabályozzák, vagy teljesen betiltják használatát. A boxer használata súlyos sérüléseket okozhat, ismert ugyanis, hogy vágásokat, zúzódásokat, törött csontokat, sőt akár halált is okozhat, éppen ezért használatukat általában az önvédelem agresszív és potenciálisan halálos formájának tekintik. Ez lett volna a mai videó, mindenképp nyomjatok egy lájkot, hogy élveztétek, érdekesen találtátok ezeket az akár innovatív eszközöket, illetve hogyha némelyiket akár ti magatok is hasznosnak tartottátok. Sőt, hogyha már itt tartunk, akkor tekerjetek le a kommentekbe is, írjátok meg nekem azt, hogy szerintetek melyik volt a legjobb a mai videóból, melyiket tudnátok ténylegesen elképzelni egy valóságos helyzetben, vagy esetleg az, hogy nektek van-e bármilyen hasonló önvédelmi eszközötök. Az én véleményem egyébként az, hogy igenis van értelmük az önvédelmi eszközöknek, bár én azt gondolom, hogy kell ahhoz is egyfajta kiállás és felkészültség,
elég, hogy valaki használni is képes legyen őket. Érdemes tehát szerintem felkészülni mindenre, és hogyha teheted, akkor a legjobb az, hogyha akár még gyakorolsz is otthon, mielőtt tényleg esetleg valamikor használod is kell majd őket. Én most minden esetre megköszönhetek a figyelmet, ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rám, illetve nyomjátok be ezt a kis csengőt is, illetve fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amik közül már nem sokára érkezünk a következővel, valószínűleg rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, és sziasztok!